Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. A telefonvonal túlsó végén pedig Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Vezető igazgatója. Jó reggelt! Nos, az aranynál azt láthatjuk, hogy ugye azt hiszem, hogy egy múlt héten, amikor beszéltünk, akkor volt egy pici megingás, úgymond nevezhetjük így, viszont azóta stabilizálódott valamelyest, ugye 1843 dolláron az arany árfolyama. Ez azért, ez meglepő, vagy most ez egy teljesen normális folyamat? Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát tulajdonképpen én úgy jellemezném a piacot, hogy csendes az aranynak a piaca, olyan csendesen csordogál az árfolyam valójában már hetek óta. Izgalmakra inkább az ezüst piacán volt példa még a múlt hét elején, de most már ott is megnyugodtak a kedélyek. Tehát az arany látszólag unalmasan oldalazgat, 1760 és 1960 dollár között, jelenleg ennek a 200 dolláros árfolyamsávnak az alsó harmadában. Kicsit olyan ez, mint egy hullámvasút, egyszer fent, egyszer lent, újra meg újra fellángol a jegyzés, aztán visszarándul, de nem rajzolódik ki egyértelműen az irány. Ha csak a mozgó átlagokat nézzük, amelyek kisimítják ugyebár a napi árfolyam ingadozásokat, akkor is vegyes képet láthatunk. Van egyfelől az 50 napos mozgó átlag, ami a rövid távú mozgást képezi le. Ez most egy picit lefelé konyul már, és jelzi a jelenleg is zajló korrekciót ugye az árfolyamban. A hosszabb távú irány tükröző 200 napos mozgó átlag viszont változatlanul felfelé tör még, és ez a két görbe egyre közelít egymáshoz, jól látszik ezen keresztül is a tipikus lüktetése a piacoknak, az árfolyamoknak, az arany árfolyamnak. A mozgó átlagok előbb eltávolodnak egymástól, aztán ismét összeérnek, majd újra eltávolodnak. Izgalmas akkor lesz majd ez a helyzet, amikor ez a két mozgó átlag görbe találkozik egymással, ha találkoznak egyáltalán egymással a közeli jövőben, hogy mi fog akkor történni, mi lesz azt követően a folytatás, ismét el tudnak távolodni a görbék, avagy metszik egymást, mert az utóbbi esetben akkor egy kiterjedtebb, mélyebb korrekció is jöhetne akár még az arany árfolyamában. Tehát a grafikon kép egyelőre talán unalmasnak tűnhet, valójában azonban egyáltalán nem az, és hát ugye mindenképpen biztató ebben a pillanatban, hogy az árfolyam tudja tartani az egyelőre elért magas árszintet, és annak dacára stabilan adhat, hogy hónapok óta tudjuk, hogy a gyógyszercégeknek sikerül hatékony vakcinákat fejleszteni, már második hónapja oltanak is ezekkel a nagyvilágban, és már vágjuk a centit, ami a járvány végét illeti, de az arany mégis tudja tartani magát az elért magas árszinten. Hát azért ez jelzi nyilván azért a befektetők bizalmát az arany iránt, meg azért nyilván óvatosabbak. Fizikai aranypiacról volt egy hír hétfőn, Oroszország tavaly megduplázta az arany exportját, mint egy 320 tonna nemesfémet adott el. Nagy-Britannia volt gyakorlatilag a legnagyobb mértékben a felvásárlás, tehát ebből a 18,5 milliárd dollárból majdnem 17 milliárd dollárt költöttek, és majd 290 tonnát aranyat import. Tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy minden ott marad, hiszen London egy komoly elosztóhely és tároló. Svájc volt a második, de a vásárlók az aztán a harmadik. Ez csak úgy érdekesség gyanánt fizikai aranypiacán. Igen, hát ez várható, hogy az Oroszországban kitermelt arany mennyiségnek valahova kerülni kell, hogyha az orosz jegybank nem vásárolja fel abban a volumenben a hazai arany kitermelést, mint ahogy tette ezt korábbi években. Ezt egy évvel ezelőtt bejelentették az oroszok még 2020 elején, hogy azzal az intenzív arany felvásárlási tempóval, amit korábban folytattak, le fognak állni egyelőre. Vélhetően a magas árszint miatt is, ahova az arany eljutott, illetve hát a talán azok a célok a tartalék képzésben, amiket kitűztek maguk elé az arany tartalékok volumenét illetően, azt is már elérhették. Így aztán ennek az aranynak, ami ott feljön a föld mélyéről, valahova kerülni kell, hát egyértelmű, hogy Londonba kerül a központi aranyelosztó helyre és kereskedelmi helyszínre, illetve hát egy része akár Svájcba, ahol a legnagyobb finomítók dolgoznak és feldolgozzák a nyers aranyat, illetve maga Oroszország is rendelkezik feldolgozói, finomítói kapacitással, tehát ezeket a úgynevezett 400 unciás, 12 kilós nagy arany tömböket szállítják aztán Londonba, ahol az adásvétel zajlik, és onnét aztán áramlik nyilván az arany tovább a világ különböző országaiba.
Nagyon szépen köszönöm Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották itt az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, közlekedési információk jönnek 8 órakor, friss hírek itt a Trend FM-en. Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.